Jó reggelt! Áldott napot. Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi és szent nép! Isten népe, ébresztő! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen a csodálatos mai napon. Ma az isteni életről lesz szó, és isteni természet és isteni élet részese lettél. Örök életed van már most, és ez az örök élet a szellemednek a része, de nem csak a szellemednek, hanem hatással tud lenni az örök élet a pszichédre és a testedre is. Úgyhogy tudnod kell, hogy ki vagy Krisztusban, hisz a hósás négy hat azt mondja, elvész az én népem a tudomány hiánya miatt. Ezért prédikáljuk az igét, hogy ne legyél a tudomány hiányában, hogy ne vesz el, hogy az örökséget teljesen birtokba tud venni, hisz azt mondja az ige, hogy örökösé vagyunk Istennek, és örökös társa Jézus, Jézus Krisztusnak, és ahogy ő van, úgy vagyunk mi is ebben a földbe, ezen a földön. És legyél ö, tudatában ennek, vedd birtokba az örökségedet, mindazt, amit Isten neked elkészített, számodra biztosított. Uram, hálát adunk a te kegyelmedért, és köszönjük, hogy Isteni természet és az örök élet részesei lehetünk már ebben a világban, már ebben a világkorszakban. És köszönjük, Uram, hogy a te szellemed ma is megeleveníti a halandó testeket, és így szólok, Uram, hogy minden testvéremnek a teste, a lelkét meg tudja eleveníteni az Isteni élet, mert ugyanaz a szellem lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, és ő fel és alá járkál bennetek, kiavít minden hibát, hiányosságot, kiavítja az elhalt sejteket, kiavítja a halandó testben minden, ami, ami, ami károsodott, ami, ami ami rossz, azt helyreállítja a Szent Szellem a ti életetekben, a ti lelketekben, a ti testetekben. Köszönöm, Uram, hogy örök életünk van már most, és hogy Isteni természet részesé lehetünk, és hogy a te igéd, a te életed és természeted dolgozik bennünk, és nem kell erő, erőlködnünk, hanem csak szabadjára kell engednünk mindazt, amit nekünk adtál így adok hálát neked, Uram, a Jézus nevében. Amen. A mai tanítás címe az Isteni élet. 2 Péter 1.4 amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. Amikor tülettél, átkerültél a sötétség birodalmából Isten csodálatos világosságába az ő szerelmes fiának a királyságába. Hálákat adván az atyának, aki alkalmasakká tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átalvít az ő szerelmes fiának királyságába. A 2 Péter 1.4-ben azt olvashatod, amelyek által igen nagy és beses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részesei legyünk. Az isteni természet részesei vagyunk. Nem szemlélődők vagyunk a királyságban, hanem részesei vagyunk annak a folyamatnak, hogy a dolgok megtörténnek. Most abban a különleges életben vagyunk benne, amelyel Isten rendelkezik, és aminek eddig semmilyen más lény nem volt részese. Most isteni természettel rendelkezünk. Ez az oka annak, hogy onnan szólhatsz, ahol most vagy, és a dolgok megtörténnek. A kezeid által pedig képes vagy Isten erejét egy bizonyos irányba pozícionálni. Emlékszel Mózesre? Isten azt mondta neki, nyújts ki a kezed a víz fölé, és válasz szét, Mózes szétválasztotta a vörös tengert azáltal, hogy kinyújtotta a kezét a tenger fölé. Ő éppen az isteni életben működött, Isten adta az igét, Mózes cselekedett, és csoda történt. Mi lehetett az összefüggés egy emberkeze és a, tábor, és a háborgó tenger között? Isten valami szellemi dolgot mutat meg nekünk a vele való egységünkről, és ami életben betöltött szolgálatunkról. Emlékezz vissza Jézus szavaira a János 15-ből. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ennek a versnek az utóbbi részére a fordította is igaz. Neki épp szüksége van ránk, mint nekünk rá. Tehát még egyszer ezt az igét. Jézus Krisztus a szőlőtő, mi pedig a szőlőveszők vagyunk. És hogyha a szőlőtőt a szőlőveszőktől elválasztod, akkor nem tud gyümölcsöt teremni élettelen. Van a szőlőtő, ezen vannak rajta a szőlőveszők, és a szőlővesző a szőlőnek a gyümölcstermő ága. És amikor Jézus a szőlőtő, és ha nem rajta vagy, nem vele vagy közösségben, nem tőle szerzed, ö, nem belőle szolgálsz, nem által a szolgálsz, akkor nem tudsz gyümölcsöt teremni. Mert te a szőlővessző vagy, a szőlőnek bár termő része, de kell, hogy beléd áradjon az élet, kell, hogy a szőlőtön legyél, mint szőlővessző, hogy belé tudjon áradni az isteni élet, az isteni tanács, az isteni tudomány ahhoz, hogy egy gyümölcsöt tudj teremni. Minél jobban szerzed az életet a szőlőtőből, és minél jobban rácsatlakozol, és minél mélyebb kapcsolatban élsz a szőlőtőben, annál több gyümölcsöt tudsz teremni, mert annál több élet, annál több megelevenedés, annál több dolog árad a szőlő szőlőveszőbe, minél jobban rácsatlakozik, minél mélyebb a kapcsolata a szőlőtővel. Úgyhogy legyen rajta a szőlőtőn, és terem sok gyümölcsöt, mint szőlővesző. Legyen ma is intim kapcsolatod, egy mély bensőséges kapcsolatod a Szent Szellemmel. Ismerd meg őt a szellemi szemeid legyenek nyitva, ne enged, hogy meghomályosodjanak. Van a szellemet felfogó képessége. A szívnek az értelme, a szellem felfogó képessége, a nósz. Nem csak itt van, nem csak dianoját van az elmédnek felfogó képessége, hanem van a nószod, ez a szívednek a felfogó képessége, a szívednek a, a a, a szívnek az értelme, szellem felfogó képesség. Ezért mondja Pálapostól azt, hogy imádkozzunk azért, hogy, hogy, hogy az Úr világosítsa meg a mi szellemünknek a szemeit, a szellemünknek az értelmét, a szellemünk núsza világos tudjon lenni, hogy megismerjük az urat. A nósza például a zsidó népnek homály fedi, ezért nem, nem, ismerik a messiást. Ők várják Jézus Krisztust, de, de nem, nem hiszik el, hogy már eljött, meghalt és feltámad. Nem minden zsidó keresztjén. A keresztjének azok, akik hiszik azt, hogy Jézus Krisztus meghalt, eltemettetett és feltámadott. Vannak zsidó keresztjének, de a zsidóság nagy része mai napig a nószukat lepel borítja is, olvassák az írásokat, de nem értik meg. Szemük van, de nem látnak. Fülük van, de nem hallanak a szellemi érzék, szerveik nem, nem tudnak úgy funkcionálni. Ugyanígy a világ azt mondja az így, hogy e világ fejedelme meghomályosította az értelmük szemeiden. Itt nem a szemedről van szó, nem a világiak szeméről, hanem e világ szelleme meghomályosította az ő szellemi értelmüknek a szemeit, hogy ne hallják, hogy ne lássák, hogy ne tudják befogadni az evangéliumot. És ezért fontos, hogy a szellemednek a szeme, a szellemednek a felfogó képesség, a szíved értelme, a nusz, az tudjon, tudjon mindig, mindig tisztán látni, mindig megvilágosodottan élni, hogy, hogy friss kijelentést tudj venni az úrtól. És ezért mondja a Róma 12 hogy ne szabjátok magatokat a te világhoz, hanem változzatok el az értelmetek megújulás De tudjátok, az értelem szó mi szerepel? Nem dianolja, nem az agyatok áttekercselés által, hanem a szellemnek, a, sz, a, szívnek, az értelmének felfogó képesség által változzatok el a ti megújulás hogy megismerjétek mi Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát nem, nem agy kontrollt kell végezned, hanem a szíved, a szellemet felfogó képessége megújul, átváltozik, a, a, szellemi szemed meg kell, hogy világosodjon, hogy, hogy megérthesd, hogy mi Istennek a jó, a kedves és a tökéletes akarata. És ezt kívánom, hogy légy közösségben az igével, és világosodjanak meg a te szellemi szemeid, a szellemi értelmed, a szíved felfogó képességének szemei. Mondjátok utánam a megvallást. Köszönöm, atyám, hogy ilyen különleges életet kaptam, hogy részese legyek az isteni életnek. Minden pillanatban a győzelem pozíciójából tevékenykedem, mert Isten dolgozik bennem, megerősítve engem Krisztus életével és természetével, Jézus nevében. Ámen, Amen. Nagyon örülök, hogy velem tartottál, és ma is kívánok neked gyönyörű áldott, Isteni élettel és Isten éjével hatalmasan betöltekezett napot. Isten áldjon meg benneteket. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi és szent nép. Isten népe, ébresztő!